Kest. Műsorok szívvel, lélekkel. Műsor betöltve. Hoztok élesítve. A rendszer készen áll arra, hogy felkészítsen téged az okos otthonok legfrissebb trendjeire, az alapvető tudnivalókra. Kezdünk! Szevasztok, kedves hallgatók! Itt vagyunk újra az Okos Otthon Klub podcastbe, azért kacarászunk itt Zsák Petivel, aki itt van. Sziasztok! Szintén, mert hogy itt most videót is csinálunk a podcastről, és... Kicsit feszélyezve érezzük magunkat. Hát igen. Szóval, hogy nem tudom így podcast során így. Ritkán van arcomba van még egy kamera is, de hogy ennek van célja, és ezt mondd el, hogy ennek mi, mi a célja. Így van, igazából mi is szeretnénk nektek kedvezni. Az egyik az, hogy egyre nagyobb trend, hogy az emberek szeretnek arcokat, reakciókat is látni, úgyhogy itt integettünk szépen és mosolygunk be a kamerában majd, hogyha ez benneteket érdekel. A másik pedig, hogy elindítottuk ugye a podcasthez kapcsolódó okosotthon.klub felületünket, ahol lehet beszélgetni, különböző problémákra próbálunk megoldást találni, számos eseményt hozunk nektek online itt a, az online térben, ahol mindenféle tanácsokat, egymás projektjének megtekintését hozunk, és van lehetőség arra is, hogy beletekintsetek itt, illetve belehallgassatok az élő adás felvételbe, olyanok is el fognak hangzani itt az adás amely egyébként az vágott anyagban nem feltétlenül fog kimenni, úgyhogy ha ez érdekel benneteket, akkor szeretettel várunk benneteket az okosotthon.club oldalon. Ha ide még nem regisztráltok, akkor pedig a meghívó.okosotthon.club oldalon tudtok beregisztrálni. Ja, de ezt most már mindenhol kitesszük, mert ez az előző adásban is elhangzott. Kitesszük majd az összes felületet, meg szerintem leírásban ott is lesz. Na, amiről ma beszélni fogunk, az nagyon egyszerűen, hát a... Okos otthon telepítés. Mert hogy szerintem így az elmúlt időszakban, meg, meg hát már most már több mint egy éve körbe jártuk az eszközöket, lenne még miről beszélni, meg azért folyamatosan jönnek ki az újdonságok, meg én is képzeld el otthon egyre nagyobb. Gurú vagy? Hát nem guru vagyok, de azért így már nem ijedek meg egy, uh -huh. egy helyes. különböző dolgoktól, meg hát így, múltkor így ki is kérdezték a véleményemet, és így mondom, aha, erről már hallottam, de nem én vagyok erre a jó ember még. Na, de hogy arról még nem beszéltünk, így exakt, meg konkrétan, hogy telepítés. És szerintem válaszuk kettő a dolgot, mert hogy nagyon sok adásunkban az hangzott el, hogy otthon DIY-ba csinálják az emberek, akinek van ehhez a finitása. Van ez a része, és ez is valid, és meg tudja állni a helyét. Akinek van egy kis mérnöki, meg villanyászati, meg egy kis programozói vénája, az neki állhat. De van a másik része, ami egy fokkal komolyabb, és az talán egy fokkal, vagy több fokkal a kényelmünket tudja szolgálni, hogy profi szakembereket hívunk, akik felmérik a házunkat, megnézik, hogy mi van, és ránk szabva készítik el az okos otthonunkat. Szóval ezt a kettő dolgot vegyük -e? Té, igen, ez így volt helyes, és kezdjük a, a DIY-osokkal, mert hogy hát van DIY Facebook csoport is, ahol csodákat szoktunk látni. Én e, csendes megfigyelője vagyok ennek a csoportnak, de hát, hogy ott miket művelnek az emberek. Két kedvencem volt, az egyik a te műved volt, a másik meg a, a csoport egé. A csoport a fel világosította a mosogatógépét, hogy különböző LED visszajelzések mutatták, hogy mi történik vagy milyen funkcióba áll a, a mosogatógépe, hogy lejárt, el kell indítani, és ezt egy LED visszajelző mutat, és erről olyan dokumentációt csinált, hogy az valami elképesztő. A másik, amit meg te csinálta, és nagyon szerettem, ez a kapucsengő, ami beenged automat, vagy néha nem is NFC-vel kellett. Igen. A lenti kapunak. A, Igen, néz, ki, a társasházi így van. Kilincshez vagy a Igen. nagy fa akármi mögé, NFC-vel is kinyílt a kapu, mert hogy fönt a kapucsengőn volt egy ilyen kis új, igen, igen kapcsoló. Így van, így van, egy a switchbotnak a... Szóval, hogy rengeteg igen, ilyen dolog abszolút, van. és a jó hír az, hogy most éppen most léptük át a 20 ezer tagot, tehát most ahogy mondtam, többen vagyunk, mint a 60 -i lakosok, <laughs> úgyhogy itt egy kisebb városnyi ember próbál egymásnak segíteni, elég aktívan. Úgyhogy igen, az úgy gondolom, hogy a legfontosabb paramétert lehet beszélni mindenféle okos otthon, megoldásokról, eszközökről, rendszerekről, fölülről építkező, alulról építkező rendszerekről, de az okos otthonnak ilyen szinten a lelke, hogy jól működjön, az a telepítő. Ez a telepítő lehet akár do-it-yourself irányból önképzett és, és belemerülős történet, vagy lehet egy profi szakember, aki meg ezzel foglalkozik. Olyan szinten nem választanám ezt történetet, hogy ahogy mondod, egyik oldalról is, és a másik oldalról is születnek csodák, meg szörnyűségek is. Nyilván akik minden nap ezzel foglalkoznak, azoknak több példájuk van, több lehetőségük van ezt gyakorolni, még amíg valaki hobbiban csinálja, akkor nyilván a saját lakásán próbálja ezt összehozni. Ebben nagyon különbözik a kettő talán, mert amit a saját a lakásunkban mi előszeretettel kipróbálunk, belerakunk, stb., a többi, azt a telepítésénél nem feltétlenül, mert ami szintén nagyon fontos egy okos otthonnál, hogy otthon legyen nem csak egy lakás, tehát hogy a benne lakóknak az ízlésére, életvitelére legyen hozzá alakítva. Úgyhogy ez, a, ez az irányvonal, ez nagyon fontos, és a do it irányból kezdjük, akkor ha bárki ebbe a beleszertne sétálni ebbe a hatalmas nagy gödörbe, amit itt ok otthon okosításnak hívünk, ebből nem lehet kikecmeregni. Tehát bárki úgy gondolja, hogy venne egy okos otthonhoz tartozó dugaljat vagy izzót, az számoljon azzal, hogy elveszett. Az forever. a belépő drog, és így, a így van, a Így van, pontosan kész. Tehát, hogy ő elveszett, mert hogy én látom ezt egyébként hardcore emberektől is, meg olyanok, akik csak úgy szépen finoman foglalkoznak vele, hogy, hogy egyik hozza a másikat. Tehát olyan szinten, ez olyan, mint a, a tévéhallgatás, könyvolvasás, rádiónézés, hozzá szokik az ember és akkor, ha egyszer véletlenül valami ilyet nem működne, akkor tényleg fájdalom küszöböt ütöget, hogy, hogy az, az, nem úgy működik, ahogy eddig működött. Úgyhogy tényleg igaz az, hogy az emberek kezdenek belepörögni ebbe a dologba. Úgyhogy, ha az ember ilyenbe szeretne elkezdeni, akkor mindenképpen javaslunk egy közösségi csatlakozást, mert hogy az első fél órás Facebook meg Google böngészés után rájön az ember, hogy ez, ez hatalmas terület. Nagyon hát nehéz igen, igen csak kiszedni. ugye, ha megnézed, például, nem tudom, öt évvel ezelőtt előtt, amikor, majd négy évvel ezelőtt, amikor már mi beszélgettünk az okos otthonokról, akkor nekem is egy olyan terület volt, hogy így jó, egyszer majd, ha lesz lakásom, akkor tökre szeretném, hogy okos legyen. Ma eljutottunk, vagy hát már lehet, hogy egy ideje eljutottunk arra a pontra, hogy erre ezt azért észrevették a, a termékgyártók is, és megpróbálják úgy összerakni a termék struktúrájukat, hogy azért egy minimális hozzáértéssel ne kelljen az, hogy egy nagyon fulló szakembert hívjál, hanem figyelj, ez dugd ide, ezt köst hozzá ehhez, és meg van egy hubod, és akkor nagyjából elkezdett meg a Samsung és az Apple is így próbálja meg felépíteni a saját a hogy te, mint egyszerű felhasználó, neked könnyű legyen ez az egész. Ugye itt... Még jobban belépő drogszint, igen. Igen, csak ugye itt a legnagyobb probléma az, hogy amiről már rengetegszer beszéltünk meg nekem az alapvető problémám jelen pillanatban ezzel az okosítással, hogy itt különböző eszközöket próbálok egy kalap alá behúzni, és akkor ti kezdjetek már el kommunikálni. De ezek az eszközök nagyon séma szerint vannak felépítve, és nem az én házam vagy lakóteremre vannak kitalálva, hanem meg tudják tanulni azt, vagy fel tudják fogni azt a rendszert, amiben én élek, de mégsem oda vannak kitalálva. Itt most nem azt értem ez alatt, hogy egyedi gyártású termékeket kell felpakolni a házba, hanem hogy maga az a rendszer az úgy legyen optimalizálva, hogy az nekem a lehető legmegfelelőbb legyen, és jöjjön be csomó olyan dolog, amire én nem is tudok, hogy van, és nem létezik. Nyilván erre kell az, hogy egy olyan telepítő szakember, cég, dolgozzon, aki ezt az egészet így fel tudja mérni. A DIY-nál, vagy hát az ilyen otthon, vagy önmagad okosításánál, meg el tudsz jutni egy szintig, és azt mondod, hogy jó, ez kényelmes, de ez nekem mindig egy picit olyan ilyen sufni tuning, hogy ott mondjuk van egy sábi kapcsolom, vagy, vagy dugajom, itt meg van egy nem tudom, bármilyen másik termékem, és akkor azok úgy formában színben, se nagyon illenek oda, meg úgy nincs meg az a, az a központosítás nincs a fengsúly nincs meg a lakásban ezáltal. <laughs> Világos. Igen, egyébként, tehát hogy amikor arról beszélünk, hogy hobbisták dolgoznak vele, akkor nagyon-nagyon széles a réteg. Tehát egészen onnantól, hogy valaki csak egy-egy nagyon kis részt, és akár mondjuk távirányítani szeretne, egészen odáig, hogy valaki éppen gépi kódban programozza le a ők is forrasztott kütyüjét, nagyon széles a, a paletta. És ha belegondolunk, ezek az eszközök valóban, ahogy mondod, megjelennek a lakásunkba. Tehát, hogy, hogy, van egy csomó olyan, olyan része persze, amelyiket nem ló ki. Tehát a kapcsoló mögé kerül, stb. stb. De van egy csomó olyan, amelyik esetleg a lakótérbe is bekerül, és ezeknek összehangolása, akár dizájnbeli összehangolása is, illetve emellett nyilván az a, az a jelleg összehangolás, hogy az egyik kommunikáljon stabilan a másikkal olyan módon, hogy az, az minden a életünkben ne okozzon problémát, az egy komoly kihívás jelenleg. Vannak rá megoldások, akár do yourself irányban is ezeket ilyen okos otthon agregátoroknak szoktuk nevezni, amik más, nem más csinálnak, mint ami nevében van, összegyűjtik ezeknek az eszközöknek a, a jeleit egy felületre. Itt se feltétlenül igaz, hogy minden eszközt majd összetudunk minden módon kapcsolni, de lényegesen nagyobb a, a rugalmasságunk. És a telepített rendszereknél is ugye és egy, egy érdekes pontra hívtad fel a figyelmet, attól függetlenül, hogy milyen megoldást szeretnénk, érdemes valamilyen módon egy sémát követnünk, talán ez a legjobb ö, kifejezés. Az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ugyanattól a gyártótól veszünk dolgokat. Hozok egy jó példát, itt van például a KNX protokoll, ahol van 500 gyártó, és 500 gyártó gyárt 6000 fajta különböző terméket, és ezeket kvázi plug-and-play módon lehet cserélni a másik termékre. Tehát, hogy ezek, ezek úgy lettek kitalálva, hogy ők tudnak egyik a másikkal olyan módon kommunikálni, mintha egy gyárból származnának. Ugyanez igaz egyébként bármilyen másik megoldásra, hogy ha például az iv et veszük, mint vezetéknél, ha már KNX-nél hoztam a, a, vezetékes példát, az iv nél a vezeték nélküli irányvonalat, ami szintén erre épül rá nagyjából, hogy itt az eszközöket próbáljuk úgy kezelni, mintha egy gyártótól ö, jönnének, még hogyha ez több gyártó palettájában van. Ezt egy bizonyos határig meg lehet valósítani, nyilván nem teljesen. Tehát, hogy amikor előjön az, hogy a hangvezérlés, az, hogy van nekem egy okos tévém, azt szeretném, az, hogy van nekem egy telefonom, és azt szeretném mélyebben bevonni ezekbe a rendszerekbe, ott lehetnek akadályok. De minden esetben, hogyha, és itt abban érdemes gondolkodni, amíg otthon vagyunk, akkor százféle eszközzel dolgozunk külön-külön, addig a telepítő irányvonalban viszont a telepítők általában egy megadott eszközkészlettel dolgoznak, ami nem féletlenül jelenti azt, hogy egy gyártónak a termékei, hanem hogy ő telepítése során kitapasztalta, hogy ez az a termék, ami ő jól tud dolgozni egyébként, ez az a portfólió irányvonal, és az azt jelenti, hogy mondjuk egy gyártónak is, vagy több gyártónak a termékeiből válogat 10-15 fajta eszközt összesen, amit ezekre a 99,5%-ban be tud építeni minden problémára. Ő ezt ismeri, és itt ugye ez az nagyon fontos, hogy az otthonunkba ugye nem úgy pakolunk termékeket, hogy akkor majd én a következő otthonomba is ugyanazt fogom meg a következő, tehát hogy nem szalagszerűen csináljuk. Még egy telepítés során ugye ezek ütemezett lépések, egy az, hogy minden esetben garantálni kell azt, hogy még te otthon a saját otthonaira felelősséget az otthon vagy megjavítod, addig egy telepítő nem mondhatja azt, hogy, hogy jó, hát majd úgy lesz aztán, hogy a karácsony este 10 órakor csörög a telefon, hogy a gyerekszobájában nem megy a fűtés, és különben is sötét van, és nem tudják felkapcsolni a lámpát, akkor azért az nyilván telepítőként presztízs vesztesség is, és ilyet nem is akarsz csinálni. Tehát, hogy minden esetben, amíg otthon sokat kísérletezünk, telepítés esetében nem. Tehát a telepítés esetében a, a minimális szükséges próbáljuk belenyomni, még amíg hobbistaként a, a maximális a lehetségesre törekszünk, nagyjából. Hát ugye itt azért jó, hogy veled beszélgetek, <laughs> <laughs> mert hogy te mind a két oldalt látod, és ugye a telepítésnél, amikor mondjuk megkérnek arra, hogy itt egy ház telepítsd. Ugye, ami nagyon fontos itt, és nekem. Ez a problémám azzal, hogyha ha magamnak kéne megcsinálni, hogy én egyrészt nem fogom ismerni a, a termékpalettákat. Sőt, nem fogom tudni, hogy van a piacon olyan, ami nekem egy problémám, de ez nekem úgy nekem nem tűnik föl, mert hozzászoktam, de arra van egy válasz a piacon. Tehát, hogy ha én magamnak szeretném csinálni, akkor én ebben a problémával találkozom. De ha jön egy telepítő, nem csak erre tud ugye megoldást nyújtani, hogy azért ez egy pszichológiai is egy picit. Persze. Hogy uh, hello, te hogy laksz, hova teszed a büdőzoknit, hova ezt mit egy csinálsz, hol fekszel. De. Tehát van egy ilyen felmérés, ami nagyjából megtud egy átlagot. És ami még fontosabb, hogy nyilván azért, amikor te ti telepítetek, energiafelhasználás, adatok. Tehát azért ti ezekkel is kiszolgáljátok a megrendelőt, ergo kap annál egy sokkal nagyobb, az, hogy ő ebben most mit mazsolázz le magának, az már az ő dolga, de hogy ti rendszerben adjátok át az okos otthon, nem... Jó, figyelj, most egy dugajt a csókolom. Tehát, hogy ez a két nagy, vagy ez az egyik olyan nagy különbség szerintem, szerencsére többen jönnek rá, de hogy, hogy ez így itthon most kezd úgy nagyon szárba uh -huh. szökkenni, hogy Ja, amúgy hát ezt így emberek vágják, akkor miért ne lehetne felokósítani a, a, a lakásomat, és hogy ami, ami a másik a legfontosabb, hogy sokan azt hiszik, hogy ez avval jár, hogy itt most falakat farang, kell vésni, igen. Meg, miközben meg, hát not really. Így van. Minden esetben igaz megint csak, hogy a telepítés során ez egy olyan, olyan lehet egy kicsikét, mint hogyha ha leülünk valami, valakivel, és próbálunk vitában egyességre jutni, hogy a telepítő hoz egy nagy készletet a fejébe, hogy mik azok, amiket meg lehet valósítani. Meg a felhasználó is hoz egy elképzelést, hogy ő mit is szeretne. És ezt úgy össze kell gyúrni, mert vannak olyan elképzelések, amiben úgy elsőre jónak tűnnek, és utána, amikor megbeszéljük, akkor jövünk rá, hogy van, rá, lehet, hogy van rá egy másik jobb módszer, vagy pedig az a módszer, amire gondoltunk, az hosszú távon nem, nem az, hogy segítene, de idegesíteni fog bennünket. Tipikusan ilyen egyébként, amikor az emberek rászagalba az RGB szalagra. Uh -huh. Az RGB szalag ugye led, szalag szép színesen lehet villogtatni. A nagyon-nagyon jónak tűnik elsőre, meg olyan menőnek, egy videót is fogunk csatolni, és ezt gyorsan fel is írom, hogy van egy garázs megvilágítás a garázs ajtónál, amit hát a, a nagyjából a Night Rider jellegű feelinget adja vissza. Tehát amikor a garázs ajtónál odaállsz, és azt mondod, hogy nyíljon ki, a, igen, nyíljon ki a, az ajtó. akkor egy piros cík kezd el a garázs külső élén szaladgálni oda-vissza, és egészen addig ilyen szép piros fényjel szaladgál, amíg teljesen ki nem nyílik, akkor aztán egy zöld szín fogja jelezni, hogy ez megtörtént, és most már be lehet hajtani. Az elsőre nagyon-nagyon-nagyon fantasztikusan néz ki. Utána lehet, hogy vagy nem veszed figyelembe, vagy konkrétan idegesíteni kezd, mert hogy alapvetően van egy segítő funkciója, tényleg Tudjuk, hogy mikor tudjunk bemenni a garázsba, ne csapjuk el a kocsi tetejét, stb. stb. De maga a kivitelezés, ami első nagyon felszínek tűnik, hosszú távon nem feltétlenül, hogy mindenkinek tetszik, vagy akár annak is, aki kitalálta, vagy az ő kedves párjának, vagy gyerekének, vagy édesanyjának édesapjának tetszeni fog, tehát hogy ezeket mind esetben mérlegelni kell, hogy egy-egy ilyen funkció hosszú távon tényleg az előnyünket szolgálja, illetve, hogy feltétlenül szükséges-e, tehát például a karácsonyi automatizálások nagyon jók de évente egy alkalommal karácsonynál mondjuk három napig használjuk őket. Tehát ez nem feltétlenül kell, hogy a mindennapi életünk bebefakolt eszközök ott álljanak non Tehát hogy ezek mind olyanok, amit lehet, hogy éppen érdemes úgy megvalósítani, hogy ott a twinklinek a többi, stb. Amit az ember saját magának megcsinál, de nem feltétlenül kell ezt minden esetben közvetlenül mondjuk bevonni az okos otthonba is. Hát meg szerintem mi lehet még itt a... Nem is tudom, hogy indítsak neki, de hogy, hogy szerintem az még nem jutott el így a nagy köztudatig, hogy igazából okos otthon bármilyen lakásból lehet csinálni. csinálni. A szintje az, tehát hogy meg, mennyire lesz okos az az otthon, azokon van játék. Mert ugye most én abból indulok ki, hogy azért szerintem így az okos otthont. És ez most nyilván erre nincs reprezentatív felmérésem, de így a szűk és tágabb környezetemben, így a felmérések, beszélgetések alapján. Nekem az jön le, hogy az okos otthon, az otthon okosítás már ott elkezdődik, ha mondjuk most napelemet rak fel valaki. Jó. És ez most nagyon-nagyon kérdéses, meg, meg nagyon aktuális, így, főleg 2023 elején. És ugye a napelemnél van egy olyan gebasz, hogy azt, na, azt nem biztos, hogy minden lakásra fel tudsz rakni. És szerintem ez a becsatornázás jut el odáig, hogy ja, ha a napelemet nem lehet, akkor lehet, hogy az otthonomat se tudom olyan mértékben okosítani. Az, hogy most van pár eszközöm, amit láttam a boltba, és megvettem, és akkor uh, nézd, anya, ezt lehet vele csinálni. De szerintem odáig nem jutnak el az emberek, hogy amúgy, hogyha az egész lakásodat nézed, és a élő ökoszisztémádat próbálod egy picit smart eszközökkel, eszközökkel jobbá tenni, az Igazából bárhol megvalósítható. A kérdés az az, hogy mondjuk milyen szintet akarsz elérni, és hogy azt mennyire lehet megvalósítani. Én úgy gondolom, hogy amúgy nincs megvalósíthatatlan. De Te azt tehetlek is, szerintem. <laughs> szerintem, szerintem. Ez is egy jó játék lehet, Aha. hogy hogy azt mondom, hogy van egy panelház, ötödik, távfűtés, és akkor régi ízé sárga dugajok a, a, lent a, 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 a mi ez? padlónál, és akkor hát így ezt kéne így alapszintre felhozni. Vagy mondom azt, hogy figyelj, most fog ép épülni egy házam, fullos lesz, nem tehát új újépítésű, meg minden, és mindjárt egy hét múlva húzza be a, a vezetéket az emberünk, akkor most ide mondjad, hogy mit lehet tenni. Tehát, hogy ez a mind a két szint létezik. Abszolút, sőt, az emberek általában legtöbben, még nem is tudnak róla. Ugye nem okos otthont keresnek, hanem egy problémára megoldást. Most éppen az, hogy energiát szeretnénk orba mérni, mert szeretnénk tudni, hogy mi fogyaszt, és azon szeretnénk csökkenteni. Vagy éppen az, hogy most a fűtést szeretnénk regulálni, mert éppen az előző hónapban 190 ezer forintos gázszámlák érkezett, és ezzel valamit szeretnénk kezdeni. Vagy éppen azt szeretnénk, hogy van egy olyan rokonunk, édesanyánk, édesapánk, aki egyébként a, ők is társasházába ellakó, lakik és semmiképpen sem szeretne máshova elköltözni, de neki mégis szeretnénk úgy távolról segítséget nyújtani, és látni, hogy mi van vele, hogy nem no most egy kamerával nézünk az arcába. Tehát, hogy hogy egy csomó probléma van igazából, amit szeretnénk megoldani, és erre nyújthat megoldás az okos otthon, nem feltétlenül okos otthon szeretnénk. Ez tipikusan az autó esete, hogy én most egy, szeretnék egy autót, mert autó, vagy éppen azért akarok valamit, hogy eljussak ába, eljussak ide-oda, vagy éppen ilyen dolgom van, vagy éppen fuvarozni szeretnék. Nyilván most már tudjuk, hogy autót szeretnénk azért, mert, és az autót fogalmazunk meg, de az okos otthonnál még nem értünk el odáig, hogy azért szeretnék okos otthont, mert ezeket a problémákat meg szeretném oldani. Úgyhogy itt igazából ez a kérdés, és a panel esetében is biztos vagyok benne, hogy tudunk olyan megoldást találni, ami attól függően, hogy, hogy, most mik az elképzelések, illetve mik az anyagi lehetőségek, egy okos dugajtól elindulva akár, ott is lehet egy fullos. Tehát minden esetben ugye, ha okos otthon szeretnénk kialakítani, akkor van néhány dolog, aminek működnie kell. Egy okos otthon esetében kell az áram, meg kell a kommunikációs lehetőség, ez a kettő kettőt kell megteremtenünk. Ugye nem feltétlenül jelenti a kommunikációs lehetőség az, hogy én most interneten keresztül akarok és távolról vezérelni, de hogy otthon a saját eszközök egymással tudjanak kommunikálni. Ez a két feltétel van. Ebből ugye a kritikusabb az a villamos hálózat. Tehát egy panellakás esetében, ahogyha ezt a példát hoztuk, hogyha még a régi vezetékelésű megoldás van, természetesen, ha nem nyúlunk hozzá a hálózathoz, hanem olyan eszközöket veszünk, amit egyébként rádugdosunk, azok ugyanúgy fognak működni, tehát nem okoz problémát, tehát bedugunk egy, ez a Dugaj betét, okos dugajnak szok, szoktuk hívni ezt a dugajbetétet, amit a dugajba bedugunk, abba beledugunk egy eszközt, és akkor azt tudjuk vezérelni, tehát anélkül, hogy megbontottuk volna az elektromos hálózatot, vagy ha az elektromos hálózathoz hozzá kell nyúlni, akkor számoljunk azzal, hogy annak a korszerűsítések is kellene fog. Nem feltétlenül azért, mert okos eszközről beszélünk, hanem azért, mert mondjuk egy 20-30-40 évvel ezelőtt szerelt otthon, tipikusan mondjuk a panelben, ahol aluvezetékek vannak, a állapothoz ért el. Egy felújítás során azt amúgy is cserélni kellene mindenképpen, tehát ebbe érdemes belegondolni, hogy azt a hálózatot akkor már olyan állapotra érdemes hozni, hogy akkor megint ne kelljen hozzá nyúlni 20-30-40 évig. Igen, meg hát amikor, hogy mondjam, okosítja az ember a, a lakását, a lakterét, akkor az alapvetően abból a problémát old Igen, meg, de hogy, hogy, hogy meg lehet oldani problémát, hogy beteszel a billegű asztal alá egy papírt, hogy ne billegjen, ez egy szint, meg az, hogy akkor... 2023 van, itt vannak a digitális eszközök, meg mindenkinek a telefon. a telefont rakjuk alá. Ah, igen. <gül> <gül> igen. Tehát vagy papírfecni, vagy, vagy egy, vagy forró, egy telefon. Ugye tíz évvel ezelőtt még nem tudtuk azt mondani, hogy ó, mindenki zsebébe ott van a telefon. Van. Ugye hát mindenkiébe ott volt, de ne, a, tehát most már ott is van a telefon, és már azért használjuk is, használják, is, igen. és meg mondjuk, mondjuk most már nem az van, hogy ilyen 500 megás netes elérések vannak, hanem mondjuk a legtöbb embernek korlátlan vagy, de legalább 10 giga azért úgy rendelkezésre. Tehát, hogy eljutottunk arra, mint ami a 2000-es években volt a, a számítógépnél, hogy 250 Jú, megánk de. volt letölteni, azt figyeltük, a izén, hogy ú, ne lépjük túl a teveklubba. Szóval, hogy most már jutottunk telefonon is elég. Innentől kezdve kinyílt az a lehetőség, hogy megvannak teremtve az alapjai az egésznek, tehát, hogy egy életszínvonalbeli növekedésünk is legyen az okos otthonok által, ergo nehogy már alukábel, ami egér megrágat, meg mit tudom én, jöjjön az áram, de amúgy meg full alakásom, a lakásom. Tehát, hogy, hogy, azért ezt így, főleg most, tehát, hogy így energiaválság kell is közepel, semmi nem biztos a világunkban. 2020-ban nagyon megtapasztaltunk, hogy egy valami biztos, az a négy falami körülvesz minket, ahova bezártak, mert onnan nem mehetsz ki. Tehát, hogy innentől kezdve azt a teret és akik a mai napig home office vannak meg, aztán pláne azt a teret úgy kell kialakítani, hogy az a lehető legideálisabban adjon át nekünk, amit tud, tehát ne négy fal legyen, hanem azért az annál több. Nyilván Jarvis szintig is el lehet jutni, de így az arany középút az mindig megfelelő, és a DIY Hoz képest, ha egy szakember mondjuk vele talál, tehát én is rengeteg mindent megtudtam tőled az elmúlt időszak alatt, hogy hogyan kezd, mit csinálj, mit mérjem, egyetem mire, mire figyelj oda? És érted, ez már egy olyan szemfelnyitás, ami nagyon-nagyon fontos lenne így mindenki számára, mert ez így indikálja azt is, hogy akkor az energiával, nem izé, nem locsoljuk az energiát, azért az nem úgy van, azért itt vagyunk sokan ebben az országban, ebben a földön, tehát, hogy ez itt próbáljuk már megmérni, és a rendelkezésünkre egy csomó minden ott van, és hogyha ez egy szakember azt mondja nekem, hogy Na figyelj, haver, én látom, hogy te ezt, meg ezt, meg ezt csinálod. Meg amúgy megy éjjel-nappal ez az eszköz, amikor nagyon nem kéne neki mennie, meg de amúgy hatkor hazaérsz, és az az első dolgot, hogy bekapcsolod a ezt, meg azt, meg amazt, mennek tök de amúgy nyolcig tusolsz, aminek semmi értelme, akkor én ezeket így lemazsolázom, és itt van, tessék, ez egy ideális helyzet, amiben te sokkal jobb életszínvonalat el tudsz érni, és erre jönnek be az eszközök. Tehát én ezt valahogy így Jó. képzelem el, hogy ez így tud a legideálisabban működni, ami meg így kérdés felmerül bennem, hogy erre mennyire... És most a tapasztalataidra vagyok hagyatkozva, erre mennyire vagyunk felkészülve a társadalom nagyon eszközközpontú. Tehát, hogyha mindenre úgy keresik a megoldást, hogy veszek valami eszközt, vagy valamit, és akkor attól jó lesz nekem. De ahhoz, hogy én tudjam, hogy mi az az eszköz, amit tudnék, amit meg kell vennünk, ahhoz ki kell találnunk a problémát, arra meg kell alkotnunk a megoldást, és a megoldás része lesz majd az eszköz. Tehát ez, ez egy nagyon fontos pont. Ha valaki hallgatta, vagy részt vesz a 30 napos okos otthon kihíváson, ott pont ezt beszéljük egyébként meg, megint csak a sok okos otthon klubra utalok vissza, ott bármikor lehet ingyenesen csatlakozni. Ha ez megvan, akkor Tisztább vagyunk a szükségetünkkel, ha úgy van, akkor ezt a telepítő segíti. Az, hogy erre mennyire vagyunk felkészülve, általában nem, vagyis hát általában, ugyan, hogy pont emiatt, hogy szeretnénk tévében is ezt látjuk, reklám, tessék, vedd meg, ettől elmúlik a fogfájásod, ettől nem múlik ki a hajat, stb. Tehát, hogy termékkel oldjuk meg, ahelyett, hogy végig gondolnánk, hogy mi is az igazi ok, annak mi a, hogy a megoldás, és annak a része lesz majd az eszköz. Akár az orvos lesz tipikusan, tehát, hogy adjál már egy tablettát, ami jó lesz, jó, de mondjuk a fájdalom elmúlik, de önnek mi az oka, ugyanez itt igaz. Tehát, hogy ez ilyen szint egy kicsikét az okosotók kialakulása volt folyamán egy evolúciós folyamat is, meg egy tanulási folyamat is a végfelhasználó irányából is, hogy úgy kezdjen el gondolkodni, hogy ez itt a probléma, erre keresek megoldást. Ez lehet a megoldás, jó, ezt a megoldást pedig ezekkel az eszközöknek használatával tudom megoldani. Mert, hogy lehet, hogy egy eszköz több probléma megoldásában fog segítkezni, és tipikusan az okos otthon ilyen, hogy minél több eszköz kerül majd idővel be az otthonunkba, annál többféleképpen tudjuk azokat többféle automatizációba, többféle probléma megoldásába felhasználni. És ez egy, ez egy olyan látásmód, amit alapból a telepítőnek magáinak kell tudnia, illetve neki ebben alakul ki tapasztalata, és ezt, ezt fogja tudni, hogy ezeket az eszközöket, és ezért javasol valamit, hogy figyelj, már megvettünk mondjuk öt ilyen eszközt, még kettő ilyen eszközt vesz, vennénk valamit, és akkor hozzá ez a funkció is, amit neked passzol és kellene, az működik. Tehát, hogy ez, ez, egy nagyjából ilyen folyamat, és így alakul ki, azért van még hova fejlődnünk, de ez lenne a cél. <há> hát igen, csak ugye itt, tehát amit mondasz, az a fő probléma, hogy, hogy az, hogy az emberek ezt elkezdjék felfogni, eszközön keresztül éredelőket, úgy is. Tehát nem véletlenül mondjuk az előző adásunkban mi is a ces a leghülyébb és a legidétlenebb eszközeit tárgyaltuk át, ami vélt vagy valós problémára adna, ad megoldást. De itt szerintem ami, ami így nagyon gyorsan át tudja ütni a küszöböt, az, amikor van egy paradigmaváltás. És most nem akarok ennyire filozófikus lenni, de szerintem ez a pont ez most jött el, és annak az időszaka jött el, és Magyarországon meg aztán hatványozottan, hogy az energiával kell valamit kezdeni. Tehát innen indulunk ki, nincs végtelen energiánk. Lenne, lenne, ha a feltételeket megteremtenék. Na itthon ebben nagyon-nagyon el vagyunk maradva. Tehát, hogy egy picit az okos otthon ilyen zászlós hajós embereknek harcolni kell a társadalomban lévő dolgokkal, meg a rendszernek a hülyeségei ellen is, de hogy akkor is eszközön keresztül érti meg az ember, és szerintem ezért Ildomos, vagy ezért nagyon dicséretre mértó az, hogy azt látjuk, te gondolom jobban, de én is, hogy az új építésű házaknál, társas legyen az társas az legyen az sima lakás, vagy Ebben már számolnak az emberek, legalábbis a mérnökök vagy a, a házépítők. Szóval, hogy akarva-akaratlanul is az új épületekben azért ott, ott van, ott lesz, kezd beszivárogni ez az egész, és ez nekem azért, azért mondom azt, hogy az eszköz felől találja meg ezt az ember, mert én is voltam már olyan okos otthonban, nemrég jártam Münchenben, ami... Azt hiszem tíz éves, több mint tíz éve épült ház, de nézett úgy ki, mint az itthoni Most új építésűek. Kérde, Tehát fullos volt, nagyon patika volt, és minimálisan de fel volt okosítva. Tehát ez a nagyjából a német színvonalhoz képes, mondjuk egy nyolc évvel ezelőtti uh -huh. szint volt bent, ami azért nekem is olyan volt, hogy wow tehát a kapcsoló, a dugajok, a a ez meg az, meg amaz, és akkor az amúgy össze volt kötve, azt hiszem, Apple rendszerrel, vagy Apple Home <coughs> kommunikált, vagy nem is, vol, biztos volt valami gömb középen. Biztos volt valami gömb középen, és beléptél, és tudod, amikor így rácsodálkozolja, hogy ugye egy, ez egy ilyen pici dolog, és ennyit tud az egész lakás struktúrán meg így a lakás kialakításán változtatni, és szerintem ezért jó az, hogy itthon is elkezdik ezt beépíteni, mert azért nem az, majd állandóan te vagy otthon, azért évi egy-kétszer átjönnek hozzád emberek, és ha ezt már megmutatod, és itt bejön a parasztvakítós része, amit meg tudok érteni, na nézd, csak ha ez én ezt csinálom, meg így csinálom, nálam is vannak ilyen dolgok otthon, nincs rendszer bekapcsolva, de tudok néha én is vakítani otthon, ja, úgy nálam ilyet is lehet, Szóval hogy ezek, ezek olyan dolgok, amik szépen el tudnak kezdeni terjedni, de én még mindig annak a híve vagyok, hogy ezt valami olyan szakember pakolja nekem be a lakásomba, aki tovább lát annál, mint hogy én most ott élek, és ott, ott fetrengek, ott tusolok, hogy így lássa az egész élet teret és hogy ott milyen megoldásokat kell hozni. De hogy akkor is az eszköz részéről lehet ezt megtalálni. Ez biztos egyébként, megint csak visszautalok Balogh Petyára, elég gyakran szoktunk visszautalni most tehát hogy mondta, hogy nem volt még az az áttörési pont, és ez az áttörési, ami az okos otthont olyan magasságokba emeli, mint amit mondjuk az iPhone tett az okos telefonnal annó, no, hiszen előtte is volt Nokia kommunikátor, stb. stb. Csak hát nem okos telefonnak neveztük, és nem volt mindenkinek szüksége rá, idéző elbetével szüksége rá, hiszen megteremtették, hogy legyen rá igénye szükség. Itt is ugyanez igaz, hogy a, az okos otthonban is valóban kell valami majd, ami, amire fel lehet ezt az egészet fűzni, és azt mondani, hogy na gyerekek, ez az is. De ezt nem hiszem, hogy ez egy okos otthon központ lenne, vagy nem hiszem, hogy ez egy, ez egy általános dolog lenne, hiszen ez egy kicsikét az iPhone is igazából a telefon irányából indult el, íme egy telefon, amiben egyébként egy csomó funkció ott van, hiszen nálad van mindig a telefon. Ugyanez igaz valószínűleg az okos otthonra is, hogy és itt ezt az okos tévébe akarják egyébként beleoltani egy kicsikét teljesen, tehát mindenki ezen nagyon erőködik, hogy, hogy az okos tévé legyen az, amivel majd az okos otthon irányvonal egyáltalán elterjed mert ugye az összes, most a CES után volt egy ilyen felmérés az Egyesült Államokban és globálisan is, hogy hány olyan lakás van, amelyik egyébként internetszolgálatot, szolgáltatást vesz, és okos tévéje van. És ugye ez a szám is nagyon nőtt, és akkor ezt próbálták kifutatni az okos otthonra. Tehát, hogy próbálják ezt erőltetni, szerintem ez még nem az a, az irányvonal. Tehát kell majd valamilyen olyan eszköz, ami ebből a szempontból univerzális lesz, és triggereli a dolgot. De az, hogy mondjuk egy új építésű házban, vagy egy viszonylag friss építésű házban úgy tervezzük meg a dolgokat, hogy abba szeretnénk majd ezeket a dolgok előnyöket élvezni, az nyilván alapból egy gondolkodásmódot is hoz, hogy hát nyilván amióta áram van a házban, nem úgy élünk, mint amikor nem volt előtte áram a házban, és a petróleum lámpát kellett gyújtogatni. Tehát, hogy nyilván ez egy felfogásbeli, életpontbeli változást is hoz, ugyanilyen szinten a, a, az okos otthonos megoldások is hoznak egy ilyen szemléletváltást a dologba. Tulajdonképpen az eszköz részéről, hogy az tök oké, és, hogy, hogy már most beviszik a az új építésű házakba, de hogy nyilván az eszközök részéről lehet megfogni azokat az embereket, akik nem, nem újon építenek, meg amit nem fejtettem ki az előbb, csak belekezdtem, hogy a paradigmaváltás. És az, szerintem az most így eljön, jött, benne vagyunk Égy a kellős közepébe. És kell egy olyan a, ha az iPhone egy nagyon jó példa erre, hogy ő akkor lépte meg, tehát a lehető legjobbkor lépte meg azt, hogy mindent egyberakott. Mert ugye, hát hiszen mindenki látta, aki most hallgat minket, a Jobsnak azt a beszédét, ahol elmondja, hogy mi az első iPhone. Hogy ez egy telefon, ez egy iPad, ez egy hogy igen, netezni igen, le, igen, Nem igen, is igen. tudom, mi, mi a harmadik, de hogy netezni le. Ez egy telefon, ez egy iPad, és mondja, hogy ez mindegybe. Ugyanis addig rájutottunk odaig, hogy az információ áramlás az nagyon gyors tud lenni, de ezt sok különböző eszközön csináljuk. Van egy iPad a zsebünkbe, van egy, nem mi volt, akkor Blueberry volt már I akkor, vagy igen, ilyen igen, valami, igen, igen. Izé, vagy volt valami telefonunk, meg mondjuk egy PDA-n, vagy miatt Tökömön igen, nyugodtunk még nézt, valamit. Igen, van. Meg volt egy okos számítógépünk, meg amúgy már laptopok elterjedtek, meg ez az, nem az de hogy ez nyolc különböző helyről, és ő felfogta azt, hogy ezeket egy helyre is be lehet pakolni, és nem kell azt csinálni, hogy minden eszköznek a, a saját tulajdonságát és termék dizájnját vele hanem van egy képernyőm, azt ott majd azon belül, ahogy megjelenik, az, azt majd tudom úgy mahinálni. Tehát leegyszerűsített egy csomó mindent, ez kell majd itt az okos otthonos uh -huh. eszközöknek is, hogy a lehető legegyszerűbben lehessen telepíteni, vagy hát a, a, a lakásunk részévé tenni, nem, tehát nem kell a tévének, vagy mi az a hűtőnek, tévének, lenni. nem kell, nem, <laughs> semmi értelme. De előjött ez a probléma, hogy most már minden eszközömet bemész abból, én például karácsonykor tapasztaltam ezt, ismerőség, akik nem is tudtak ilyenre, mennyit használ ez az eszköz? Tehát ér érted, volt ez a kérdés. Eddig, hát hogy most hány vattos, hány kilovattos, ilyen. mit csinál, hogy fogyaszt, hát nem, nem, engem sem érdekelt. És hogy most előjött ez a probléma, és ez a paradigmaváltás most itt van, benne vagyunk, és erre kéne most valami olyasmit dobnia, csak hát ennek mondjuk a, a környezetünknek is ennek meg kéne fel, tehát hogy a lehetőségeket meg kéne ráteremteni, mondjuk azt mondani neki, hogy figyelj, ha már csak napelemet felraksz, meg egy picit a, az energiafogyasztásodat próbálod jobb irányba terelni, akkor kapsz valami támogatást. Hát ezt itthon nem csináljuk, de mondjuk tegyük fel, hogy a világ többi részén mondjuk Németországban, legyen egy jó példa, ott azért ezt, ezt nagyon erősen támogatják, oda is adják. A lehetőséget is megteremtik, tehát nem az van, hogy én most akarnék napelemet, akkor várnom kell az aura amúgy fél évet, hanem ott úgy van, bemész a zobiba, vagy valami hasonlóba, azt ott a napelem vigyed haza. Nyilván nem a legfullosabb, meg a legkirejebb, de tett fel, valami menjen, aztán úgy is van pénzed arra, hogy sokkal jobbat feltegyél. Szóval, hogy eljött ez a pont, hogy elkezdjük azt a lakóteret ideálisabban használni, mint ahogy eddig csináltuk. Mert, ahogy mondtad, nem petróleummal kell szórakoznunk. Tehát eddig ugye azért nem volt ez fontos, mert eddig az, hogy én mit csinálok a lakásomban, az kit érdekel a mást. De most már mindannyian a közösből veszünk el, és fogy a közös. Innentől kezdve ne jöjjön be az én lakóterembe, de azért én meg kifelé mondjam azt, hogy jó, figyelj, viszont itt azért megteremtem azt a lehetőséget, hogy odafigyelek az energiára, minden smart, minden izé, és segítek a közösnek ezáltal. Tehát, hogy szerintem most ennek így a küszöbén vagyunk. Most jöhet valami nagy változás gondolkodásmódban is, meg az eszközök is most már rendelkezésre állnak. Minden, mindenhol. Telepítők is vannak jó számmal. Vannak sok ember, aki ért hozzá, vannak kevésbé, de hogy, hogy itt, tehát hogy minden lehetőség adott, már csak kéne az a valami, amit te is keresel, meg én is, ami óta itt ülünk egymással szembe, hogy mi az a, az a dolog, amitől a, a beránt, az, így igen, ami azt, fog, azt fogja mondani, hogy na jó, akkor innentől kezdve belecsúsztam, és innen nincs megállás. Mert egy okos dugaj még, még nem ha, az, ha bár van. kapudrog, de nem az lesz, a, ami van. beránt, hanem kell egy iPhone, csak smartphone-ba. pontosan. Pontosan, ez nagyon jó zárás volt. <laughs> ja, ugye, nem, nem is, tehát, <laughs> nem is, de nem is... Erre nincs mit reflektálni, kész, kész tehát ez így van. Jó. Na, hát igen, ennyit a telepítésről. Amúgy, hogyha ha érdekelteteket így a telepítő téma, akkor hát itt most szerintem lehet azt, hogy nyilván e-mailben, meg így ugyanúgy, de szerintem a Petit így külön mert hogy ő, ő ebben elég szakértő. Amit így elmondtunk adásba, ezt. Tegyük be mindent a leírásba, de ez a 30 napos kihívás azért, ez is már szerintem egy ilyen belépő Péta. szint tud lenni mindenkinek meg amúgy keresetek minket mindenhol, minden felületen, Facebook, Insta, a DIY-os csoportot is keresitek, mert tényleg vannak csodás dolgok. Akik ott vannak és hallgatják ezt az adást, azoknak nagyon köszi, hogy folyamatosan teszitek föl, és én személy szerint köszönöm meg nekik. Én nagyon lelkes olvasója vagyok ennek a csoportnak, és hát elképesztő dolgokat csinálnak. És a következő adásban megjövünk egy kicsit arról a részről, hogyha valaki nem a telepítősdi részét választja, hanem a DIY részét, akkor azt hogyan lehet továbbfejleszteni, és hogyan lehet okosodni, nem csak az otthonodban, hanem a fejedben is belül. Úgyhogy egy kicsit így az oktatási részéről fogunk beszélgetni. Most elmegyünk szerintem így a következő részekben így a gyakorlatiasabb részére a, a, smart home-oknak. Úgyhogy köszi, hogy most is velünk voltatok. Remélem, hogy tudtunk, vagy hát Peti legalábbis tudott okos dolgokat mondani. Móta is e, Jó, hát én csak filozofálgattam meg. Summa, summarum, köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Szevasztok! Sziasztok! Ez a műsor a ShowCast műsorcsalád büszke tagja. További műsorokért keres fel a sokesz.tek oldalt.